Beütök ott detox. Három rekeszte? Nem csodálom, hogy kiakadt ez a szonda. Micsoda? Kiakadt ez a távirányító? Te jó ég. Micsoda a részeg? Nem mondja rá. Főnök, elromlott a kávés doboz. Vagy a kávés... automata. Micsoda? Elromlott a kávés automata. Mi van? Ez most komoly? Ja. Ez meg kell mondanom Attilának! Attila, Attila, gyere! Mi van? Gyere! Megcsalt az asszonyod Dizével, Gyurival. Gyere! Gyere, ez nézd meg! Azt a kutya, mert azonnal le kell állítanom! Ti már mi a fenét csináltok itten? Semmi, semmi, semmi! Aha, persze! Ne is nézzetek engem madárnak! Semmi, 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 semmi! Aha, persze, mit láttam is márolást, eh? Csókolóztatok! Te ez véletlenül, ó, drága! Na, persze, Ancsa, nem! Persze, véletlenül! Tudjátok mind? Mind a ketten undorítóak vagytok! Sziasztok, ki vagyok, köszönöm szépen, bo-bo-bo, vördön a vécéből, köszönöm szépen, tök-tök-tök. Pepsi, 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 Pepsi. Kapcsoltass már ki ezt a hülye idiótaságot. Mi van már? Idáig hallom ezt a Pepsi, Pepsi. Meg Coca-Cola, mi? Szánalmas ez a zene. Ja. És most mondok valamit. A zene tök rossz. Meg sőt, béna is. Megfogalmaztam, hogy mi ez a zene, és ez jó! Mi van, barátom? Elromlottál, mint a CVS porszívó? Mi az a CVS porszívó? Hát te is kezded, mint az a munkás ember? Nevesen ki, mert ez nem vicces. Na gyerünk szépen a rendőrautóba! Tiltakozom, biztos úr! Majd mire megmutatom azt, hogy mi az a magyar rendőrség, gyerünk be a kocsiba! Hát tudom, kegyetlen rossz, de nem annyira, mint a sör. Gyerezünk szépen a kocsiba, maga ittas idióta! Nem kell kiabálni a képembe. Mert így is összedőlt, mint egy fa. Na jó, van, hívom az erősítést. Nem kéni. Maga csak maradjon csendben, ittas idi... A kocsim! A csodába most van. Ilyen még nem volt 4 év munkám. Most a 4 éves karrierem alatt még ilyen még nem volt. Ne! Van a hold, sajtba van a hold. Sajtba van a hold, sajtba van a hold. Van a hold, sajtba... Nem megyek és megnézem, mi a fenét csinál. Sajtba van a hold, sajtba van a hold. Sajtba van a hold. Te mit csinálsz? Én határoztam, hogy jelentkezek az X-faktorba. Te hülye, nem is lehet jelentkezni az X-faktorba, az már letelt a jelentkezésé. Nem, nem igaz. Élőben megy a válog. Te hülye! Nézd meg, hol, vagy nézzek szombaton a felvételről. Mert felvételről megy, nem élőbe. Megvan a Kalasi Péternek, hogy indítsa újra! Sok sikert! Sajtban van a hold, sajtban... Most sem lehet jelentkezni. Megmondom őszintén a frankót.
Ezt a kutyafáját most aztán elég van! Ebből most aztán... Elég volt, most aztán elég volt! Elég volt, azt a kutyafáját! A helikopter talál-e? Az a próbál főnök! Kell. Barátnő, mert úgyis véget vetek a kapcsolatomnak. És most mi lesz? Mi hogy mi lesz? Keresek magamnak másik nőt, aki hűséges. Mit szólnál, hogy Daisy-vel jönnél össze? Te hülye vagy? Egy kacsával? Te nem vagy, te kompaktilis! Te normális vagy? Kacsával közösüljek, te? Te laboragyú! Én még a jó barátok úgysem tartozol. Elmegyek. Úton indulok, véget tudok. Bel vagyok az otthonom. Még a jó barátok úgysem tartozom. Úristen, ez leugrik a tetőről! Hé, te azonnal gyere a tetőről, mert leugrasz, meghalhatsz. Kitörik a kezed, lába, mindened. Hagyjál békén, meg akarom ölni magam. Mert nem akartam, nem, mert később jelentkezek a X-faktorba. De nem sikerül megmondanom Kolosi Péternek, az RTL Klub indítsa újra. Most miért kell megölnöd magad, amikor nem tudsz jelentkezni arra a nyomajas X-szatóra? Jó, jövőre, ha lesz. Na, hívok rendőrséget meg a mentőket. Persze, ne hívjál semmit! Micsoda? Mi a fene? Nem te rá tartozik, kollégó. Azt hiszem... Mondjad. Van egy jó ide. Azt hiszem, Enikő szerelmes belém. Micsoda? Azt hiszem, az Enikő szerelmes belém. Azt a rohadt! Lehetek a tanúd? Na most aztán maradjál már csendbe. Na jó, melyek vallani neki szerelmet. Oké, szavasz. Nézd, beverem a betont a fejemet.